Szada nagyközség október 23-án a Székely Bertalan Művelődési Ház színház termében emlékezett meg a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulóján megtartott ünnepséget Annus Réka népdalénekes nyitotta meg. Búbánat, búbánat, rég megmondtam neked, rég megmondtam neked, hozzám ne közeledj. Hozzám közel jártál, szívembe bészálltál. Kővárt indítottál, s kővár tetejébe fekete gyászt húztál. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem, hogy kell világi ma egy esztendős kettő búval eseltelik, s tőlem ez a kicsi soha nem telik. Fúvom az énekem, de nem jó kedvemből, mert a bú fúvassa tűzben és rongyokban, árván s boldogan. Buzogány Márta színművésznő rendezésében a Színházi Kócsoport tagjai tisztelegtek a 60 évvel ezelőtti események hősei előtt. Szerte a hazában mondom a verseket. És figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar. Ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta. Valasi élte arany szenvedte. Bartók sikoltotta Kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogy Kosztolányi féltette. Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta. Karinti viccelte, Molnár írta, és Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik, és félnek attól, hogy feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörös Marti és Juhász égette. Félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy ők értenék. Korvin közben összegyűltek rég a nagy fiúk, fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiút. Ők voltak a Korvin köziek, s félre nézett, hogy ki hallja meg. Fegyvert fogtak régen egyszer, mint a nagy fiúk. Összegyűltek Korvin közben, nem volt más kiút. Árvák voltak, úgy, mint te meg én.
senkik voltak, úgy, mint te meg én. Ők voltak. Ők voltak, tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút, csak összegyűlni korvin közben, s lenni nagy fiúk. Isten szeme rajtuk épp megállt, fegyvert fogtak kezdeni a bált. Rátámadtak Korvin közre tankok, fegyverek, úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ, árvák itt nem kezdhetik a bált. Isten szemem, mivel éppen rajtuk megakadt, visszalőttek, s meggyújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek fáklyaként, rongyok ők is megtudták a tényt. Korvin közben énekeltek, mint a nagyfiúk, Isten szeme rájuk akad, aztán tovapuk. Máshol keres koronára valót, máshol gyújtja embert és a szót. Újabb tankok jöttek, súgt a szomszéd nagyfiú, lőtt árvára, újabb árva, folyt a háború. És a világ sose tudja meg, kik voltak a Korvin köziek. És a világ sose tudja meg, kik voltak a Korvin köziek. Szada nagyközség önkormányzata nevében a település polgármestere mondott ünnepi beszédet. 1956-ban a sztálini terror és a rákosista klik uralma félelembe tartotta ezt az országot. Nehéz idők voltak. Vannak itt köztünk, akik megérték, jó magam is, 14 évesen. Minden nap éreztük ennek a súlyát. De azt is tudtuk, és ma is tudjuk, hogy nincs az az önkény, nincs az a hatalom, amely le tudja törni az emberek szabadságvágyát. Előbb vagy utóbb a nép megszólal. És érdekes módon a tőlem 5-6 évvel idősebbek kezdték az egyetemisták, akik megelégelték a fiatalok. Akik azt mondták, hogy nem ezt akarjuk, nem így akarjuk. És október 23-án békés tüntetéssel indult el a fiatalok tüntetése, amelyhez természetesen csatlakozott a polgárság, csatlakozott a néptömeg. Aki akkor felnőtt fejjel gondolkozott, tudhatta, hogy ez
győzelemmel nem végződhet. Tudhatta, milyen hatalmas erők állnak az ellentétes oldalon. Tudhatta azt, hogy a magyarokat egyetlen egy nagy hatalom nem fogja megsegíteni, mint ahogy nem is segítette. Hagytak bennünket a vérpadra menni. Biztattak, ígérgettek. Ma is ezt teszik. Ma is csak kihasználnak bennünket. Ma is a nagyhatalom játékszerei vagyunk. A kis nemzeteknek ez a sorsa. De volt 13 nap. Volt egy eszme, és ami lényeges, hogy ezek a fiatalok megmutatták azt, hogy mit jelent a szabadság szelleme. És az elmúlt napokban több sajtóorgánum mondja, hogy az a nép, aki tiszteli a hőseit, ott új hősök születnek. Ez így van. Ez így lesz. Tehát a jövőt illetően is mindig lesznek olyan emberek, akik kimernek állni az igazság mellett, mindig lesznek olyan emberek, akik föl fogják emelni a szavukat. És ez más szóval a nemzet egysége. Én bízok abba, hogy így fog történni. De azért, hogy ezeket a hősöket megtiszteljük, tisztességgel hajtsunk fejet emlékük előtt, és becsüljük őket. Ünnepi köszöntőt mondott a Nemzet Művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és József Attila díjas író és költőnő Jókai Anna. Én azt hiszem, hogy minden józan gondolkodású embert elkapja a fájdalmas irítség, hogy ezt ma nehezen lehetne elképzelni, hogy a forradalomnak azokban a napjaiban, amikor még élt a reménység, hogy talán nem tiporják el, egy olyan közösség alakult ki, egy olyan valódi közösség, nem álközösség, nem ilyen kollektivista, mesterségesen összeragasztott valami, hanem egy becsületbeli ügyé váltak a dolgok. Ahol én laktam a Rákóczi csarnok mellett, tehát ott volt a legsűrűbb harc egyébként, úgyhogy alkalmam volt látni, hogy mi történik. Volt egy cipőbolt, a Kőrút és a Rákóczi térnek a sarkán. Ennek a cipőboltnak a forradalom első két napjában betört az ablaka. Valamilyen oknál fogva. És tessék elképzelni, hogy az egyik cipőnek, ami bent volt a kirakaton belül, letört a sarka. És az, akik betörthette a kirakatot, 10 forintot tett a cipősarok helyére a cipő alá. El lehet ezt ma képzelni? El lehet ma képzelni, hogy betörnek egy kirakatot, és nem, hogy nem visznek el semmit, hanem még ha valami apró kárt okoznak, még oda is teszik a kicsi pénzecskéjüket. Na ez volt 56-nak az eleje. Aztán amikor hát véglegessé vált, hogy az orosz megszállás bekövetkezik, eluralkodott valóban sok esetben a teljes kétségbeesés. No igen, akkor már én is a tanúja voltam, hogy feszegették a zárakat a csarnokról, megrohanták az emberek. Ott éreztem, hogy vége. Amikor elkezdődött az, ami az emberiségnek érthető gyengéje, hogy enni kell, mert ha nem eszünk, akkor az igét se halljuk meg. Én ezekben az időszakokban keveset beszéltem, de minden rokon szemvemmel és minden vágyammal azon voltam, hogy valami sikerüljön. És volt is egy olyan nap, október 30-a, amikor úgy látszott, hogy a szovjet hatalom kiengedi a markából Magyarországot. Ez egy álságos elképzelés volt, de volt egy nap. Képzeljék, amikor ezek a tankok megálltak, és az orosz katonák kiszálltak a tankokból, és a magyar forradalmárokkal ölelkeztek.
Erről keveset beszélnek. Mert akkor tudták meg a szerencsétlen orosz kiskatonák, hogy ők nem valahol a világ távoli részén vannak, ahol a fasiszta nácik maradványait kell leverni, hanem Magyarországra hozták őket, annélkül, hogy tudták volna, hogy mit csinálnak. Tehát ezek is áldozatok voltak. Hát talán alkatomból ered, hogy amikor a kiégett tankok, amiről már ma is szó volt, ott az albérletemnek az ablaka alatt füstölögtek, és valóban láttam, az ilyen picivé töpörödött, megégett katonákat, hogy olyan kétségbeesés fogott el, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne a világ, ha nem kellene forradalom ahhoz, ha nem kellene vér ahhoz, hogy végre az emberiség magához térjen. Hogy milyen jó lenne, ha nem csak így lehetne. Nekem mindenhez fájt a szívem. A szadai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléktáblájának koszorúzásával zárult. Szada nagyközség önkormányzata nevében koszorúzott Oroszi Sándor polgármester, valamint Petrák Árpád és Vrabé Balázs alpolgármesterek, a nagyközség intézményei képviseletében Weisz Magdolna óvodavezető és Kerékgyártó Tamás az alapszolgáltatási központ vezetője. Pálinkás László és Guba Ferenc a Szada SL lovas szakosztálya nevében, a Szadai Szőlészeti és Borászati Egyesület nevében Paulovics László és Molnár András helyezettel koszorút. A Demokratikus Koalíció nevében Jancsó Miklós, Tóth László és Jancsóné Szalai Szidónia rótta le kegyeletét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére gyújtott gyertyát a képviselőtestület nevében Pintér Lajos és Oroszi Sándor képviselők, a szadai diákok nevében Forgács Boldizsár és Szabó Rihárd, a Székely Bertalan Általános Iskola diák önkormányzatának tagjai, valamint az 1956-os eseményeket megélt nemzedékek nevében Víg Sándorné és Nagy Mihályné, a Szadai Nyugdíjas Klub tagjai. Napom, napom, fényes napom, süss felette, süss felette, világosul. Ne csak mi